Miért költöztetek le Velencére? Ez hogy jött? 13. kerületi lakosok voltunk a Gömb utcában, egy negyedik emeleti társasházba költöztünk be, hogy, illetve amikor a Panna megszületett, akkor még a Dunaparton laktunk albérletbe, és ez egy tök érdekes dolog, hogy a Béka az sose volt ilyen saját ingatlan fan, és én meg valószínűleg ez a klasszikusabb értékrendeket követő falusi magatartás, hogy akkor vegyünk valami ízét lakást. Egy fillérünk nem volt a Békával, valami nagyon jelentéktelen összege bementünk a OTP-ba, hogy akkor szeretnénk hitelt fölvenni, mondták, hogy leasingelni lehet, csak azt se tudtam mi az, mindig aláírtuk, beköltöztünk, és megszületett mind a két gyerek, és mondtam a Békának, hogy figyelj, hogy ez szerintem nem normális, hogy lakunk egy ilyen izébe, nem lehet kimenni a zöldbe. Van egy 3 négyzetméteres teraszunk, de nem tudsz kiülni, nem tudod a haverokat meghívni, grillezni, a gyerekekkel nem tudsz labdázni, az semmi. Hogy csináljuk azt, hogy nyárra valami vízpart közelébe költözünk el a gyerekekkel. És mondta Béka, hogy ő a Velencei tópartján nagyon sokat nyaralt, hogy szerintem az tök jó, mert én be tudok járni dolgozni, ő a két kicsivel még otthon, aztán oké. Mondtam, hogy próbáljuk ki egy hónapot, májusban leköltöztünk, és október végén jöttünk vissza. És ugyanide? És mindig ugyanide mentünk, és aztán egyre többet mentünk nyáron, már télen is akármi. Elkezdtük hosszú távra bérelni, és közben beütött a svájci frank válság, és nálunk is beütött a svájci frank válság. Annyival szerencsésebb vagyok, mint a svájci frank áldozatok nagy többsége, hogy én tudtam fizetni, de nem akartam. Érted? Tehát, hogy mikor azt mondták, hogy valamit fizettél eddig 140 ezer forinton, és az most 400 ezer, akkor azt mondtam, hogy menjen mindenki. De hogy? Érted? Hogy mire azt én kifizetem, az annyi pénz lesz, amennyit nem éri meg. Oké, és akkor elindítottuk a szerződésbontást, hogy akkor ezt most mi eladjuk, mondták, és akkor mondtam, hogy visszaadom a banknak, még mindig maradt pénzünk, mondta a bank, hogy nem fog maradni, és igaza lett. Nem mondta. Hát persze. Elbuktátok? Hát gyakorlatilag igen. Amiért eladtuk, azt majdnem az egészet vissza kellett adni. Ugye még annyival tartoztunk. Úgyhogy lenulláztuk magunkat, és oda leköltöztünk, és ez egy csodálatos hely, mert a Velencei tó környékén 8 vagy 10 olyan telek van, ami vízparti közvetlenül, az összes többi nem az, és ez a lakópark, vagy villapark, vagy nevezzük akár, hogy mindegy 27 egyforma háza, ez közvetlen vízparti. De ezt bérlitek akkor most? Béreljük. Hát miért nem veszitek meg? Mert nem lehet. Ja, nem lehet megvenni? Hát nem. Olyan. De mennyibe kerül havonta? Sok? Ki lehet fizetni. Ki lehet fizetni? Kevesebb, mint de mi van akkor, kevesebb, hogy... mint egy ennél kisebb budapesti lakás. Van egy ingatlanunk egyébként Velencén. Igen? Aha, ezt pár évvel ezelőtt vettük meg. Az utolsó velencei halásznak a háza, aki még hálóval halászott. Ez egy 35 négyzetméteres, 100 éves parasztház, amit mi a Covid alatt szinte teljesen saját kezűleg felújítottunk, megcsináltunk, náttető, kindet kicseréltünk. Mire használjátok? Leginkább arra, hogy kiadogatjuk, meg egy menekülő útvonal. Tehát ha innen menni kell, akkor még marára össze kéne húzzuk magunkat a 35. Hát ami nem találtok másodban. Az a fura, és engem az lepett meg, és ezt tök őszintén mondom, hogy van egy belvárosi éttermed, ami azért jól megy és jó nevű étterem. Magyarország első számú rádiós reggeli showjának vagy az egyik műsorvezetője, tehát és top rádiós műsorvezető vagy. Mi 70, nem, hogy 70 millió forinton miért kell gondolkodni, amikor mondjuk fel tudsz venni banki finanszírozást, és ezekből a bevételeidből simán ki tudnál. 50 évesen nem biztos, hogy akarok 20 éves hitelt fölvenni. Ha nincs a Covid, akkor valószínűleg gondoskodás nélkül megveszünk, most nem állunk.